Süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Kürtős kalácsot. Most kürtős kalácsot készítünk. Lányokkal gyakran szoktunk deszertnek készíteni kürtős kalácsot. Ők fognak segíteni belerakni az alapanyagokat. Már beletettük a tojást. Tenzi teszi tovább Márta, kiteszi tovább fele a hűzávalókat. A tejet, tömszetett levet, a kanalat meg. De már sokszor csináltam, én kell neked csúgja. Citrommélja. Következik már a cukorral. Már nem is kéne, hogy tudom, igazából mostan is meg tudják készíteni. Eltartasz, tudja. Jó. Most a vaj, vagy margarit, van aki vajat tesz, van aki margarit. Régen zsírt is teszek, amikor nem létezett még margarit. Só, hogy ne legyen íztelen. Most ízesítjük. Tenzi a szája íze szerint. Citromeszence teszünk bele. Még fokozzuk az ízét. Nem csak citromhéj legyen. Vanília eszence. És az olajat még nem tettük bele, igaz? Akkor majd jön az olaj, és a legvégén a liszt. Tudom, hogy itt kell. Elég. Most 3 kg lisztből készítjük a kalácsot. Azért, mert a kürtős kalács frissen finom, és ezt a gyerekekkel ma meg is esz. Nem tudjuk volna. Az élesztőt ne felejtsük el ezt a. Igen, meleg a összekavarja a gép, és hagyjuk kelni. Annyit hagyjuk kelni. Egy órát hagyjuk kelni. Beletöltheted az egész. Elindítani már tudod? Akkor én is csináljak valamit, ugye? Szaggatni a kürtős kalácsokat. Mi le szoktuk mérni, mivel hogy eladásra is szoktunk készíteni. Hát. És akkor kisívítsük.
Felvágjuk a tésztát csigába. Olajjal. És utána feltekerni. Még egyszer megkenjük olajjal, mielőtt bele böngészgessük a cukrot. Mi a cukor, hogy finom, aranyos legyen. És mehet is a sütőre. Kalácsot, ugye a tésztát hagyományos módon készítsük el, de igénybe vesszük a modern technológiát is. Ez egy elektromos sütő, egyszerre több darabot lehet rajta sütni. Az a fontos, hogy a szén egyenletesen legyen beízítva, azért, hogy a kalács szépen egyenletesen süljön meg. Egyszer raktam fel. És egyszer szedtem le. Kalács körülbelül 5-6 perc alatt sül meg, és többféle ízesítést lehet használni. Most Anna éppen bióval szórja meg, de lehet használni ilyen fahéjas ízesítést. Lehet simán hagyni ilyen karamellizált cukorral. Van, aki pluszba még kér rá cukrot, van kókuszreszellék. Többféle ízesítés. Becsomagoltuk és szeretettel ajánljuk, nagyon finom. Érzed az illatot? Igen. Gyerekek! Uzsonna! Yeah.
Vége.